A turisztika és a köznevelés kapcsolatairól lesz szó a továbbiakban, arról fogok beszélgetni Lukács József szerkesztő természetjáróval, hogy milyen szinten áll mifelénk a turisztika történet emlékezet kultúrája. Köszöntöm a stúdióban, köszönöm szépen, elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Ugye a meghívás apropója Csepcsányi László emlékének közösségi megidézése. Beszéljünk erről a nem mindennapi emberről talán a így bekezdésnek. Azzal kezdésnek, bocsánat. Igen. Hát először is azzal kellene kezdenem, hogy holnap délután a kolozsvári ázsongári temetőhöz tartozó hősök temetőjébe egy koszorúzási ünnepségre kerül sor. Megkoszorúzzuk egy régi természetjáró sírját, Csepcsányi Tiborról van szó. Na most Csepcsányi Tibor természetjáró volt, de nem volt erdélyi ember, és nem volt eketag, nem volt tagja az Erdély Kárpát Egyesületnek. Ennek ellenére az Erdély Kárpát Egyesület fog itt most koszorúzni. Nem először tesszük ezt, ezt most mint egyesület nevében beszélek, nem először tesszük, 76 évvel ezelőtt az Erdély Kárpát Egyesület még koszorúzott itt, ugyanennél a sírnál. Akkor újra temették itt a hősök temetőjébe Csepcsányi Tibort. Egy nagyon komplex, egy nagyon érdekes személyiségről van szó, és itt külön kell beszélni a civil természetjáró Csepcsányi Tiborról és a katona tisztről, aki éppen 100 évvel ezelőtt esett el, halt hősi halált, és 100 évvel ezelőtt temették ide a hősök, a kolozsvári hősök temetőjébe. Olyan keveset tudunk ezekről az emberekről, a fontosságáról, arról, hogy amiért ezeket a megemlékezéseket csinálják, promoválni, nem tudom híresztelni, hogy ezek az emberek vannak, ennek a fontosságáról, hogyha mesélne nekünk. Itt közösségépítésről van szó, és a közösség keretében a hagyományteremtésről és a hagyomány ápolásáról. Ugye amikor a turizmusnak, a természetjárásnak most már igen több mint egy évszázados hagyománya van, itt Erdélyben is, Kolozsváron is, és már egy turista társadalomról beszélhetünk. Ennek a társadalomnak igen sok, nagyon sok tagja immár nincs az élők sorába, de közénk tartoztak valamikor, az előttünk járók voltak, ugye, hogy szoktuk emlegetni őket. Nagyon jó eső érzés emlékezni ezekre az emberekre. Arra akartam kitérni, ez többről van szó itt, mint csupán csak annyiról, hogy akkor ez az EKE-nek tagjai voltak, és akkor megemlékezünk rájuk. Ezek az emberek a közösségükben, Kolozsváron, az erdélyi magyarság szintjén is fontos személy. Szélesebb értelemben a turista társadalom egyik tagja volt ez a Csepcsányi Tibor is. Tehát, mint mondtam, nem volt erdélyi ember, és nem volt tagja az Erdély Kárpát Egyesületnek. És emlékezünk rá, mert egy nagyon érdekes, rövid élete, mindegy 30 évet élt, ez a rövid élet alatt nagyon érdekes teljesítménye volt a turistaság szempontjából. Tehát ő nagy Tátra rajongó volt. A Tátrát szemelte ki, és amint lehetséges volt, számára a Tátrát járta. Nem csak, hogy járta a Tátrát, hanem írt is róla, rajzolta és fényképezte. És itt rögtön egy zárójelben meg kell jegyeznem, hogy Csepcsányi Tibortról úgy kéne beszéljünk, mint az egyik első magyar természetfotósról. Ő részese volt annak a szerkesztő bizottságnak, aki az első világháború előtti években, 1913-14-15 körül megjelentette azt a háromkötetes, mindegy 1400 oldalas Tátra kalauzt, amelyre hát én személy szerint úgy tekintek, mint mai napig a legteljesebb, a legkomplexebb Tátra bemutató úti könyvre. Ő ennek a szerkesztőbizottságnak volt a tagja, írásai ott jelentek meg, rajzai és fényképei. Ő most történetesen nem Erdély, de soroljunk fel egy pár nevet még, akiket így érdemeseknek találnak. Honnan kezdjük? Először is az EKE, ugye a szervezet természetjárók vezetőiről beszélhetnénk. Ott vannak például az EKE elnökök, vagy azok a személyiségek, akik tisztséget viseltek az egyesületbe. Az EKE elnökök, alelnökök, titkárok. Immár nagyon sok van belőlük, hogy így mondjam, úgy nagyon sokan nyugosznak a ázsongárdi temetőbe. Hogyan lehet ezeket a személyiségeket népszerűsíteni, követendő
példaként bemutatni? Először is úgy kell kezdjük, hogy meg kell ismerjük őket. Sajnos az Erdély Kárpát Egyesület keretében vagy történetében is volt egy pár évtizedes kiesés, és ez a hagyomány megszakítását is jelentette. Úgyhogy mi 1990 után tulajdonképpen újra kellett tanuljuk, fel kellett fedezzük ennek az egyesületnek a történelmét is. És ugye negyed évszázad kellett ahhoz, hogy az apró kis szétszórt adatokból fel tudjuk építeni, ennek újra tudjuk írni ennek az egyesületnek a történetét. És ennek a történetnek a részesei voltak ezek a tisztséget viselő emberek. Ezeknek, mivel hogy az EKE központja az Kolozsvár volt, hát akkor természetszerűen kolozsváriak voltak az elnökök is, és a legtöbbjük kolozsvári ázsongárdi temetőben van eltemetve. Nagyon soknak a sírja például megszűnt, ilyen volt Lázár István, Gróf Lázár Istvánnak a sírja. Ismerjük a kolozsvári ázsongárdi temetőben levő viszonyokat. A sírjában más temetkezett, a régi sírkőből egy darabocska maradt meg, ahol tényleg, amelynek alapján meg tudjuk mutatni, hogy igen, oda volt eltemetve a régi képviselő, magyar képviselőház elnöke, alelnökének, az EKE elnökének a földi porhüvelye. Mennyire lehet a fiatalokat megkapni ezekre a dolgokra? Mennyire? Ameddig létezik egyesület, létezik egy működőképes szervezet, addig lesznek olyan fiatalok is, akik az egyesülethez csatlakoznak, és biztosan lesznek közülük történelemre, a hagyományokra érzékeny és rezonáló személyek, akiknek érdekel lesz, hogy megismerjék a múltat, és a múltba ezeket a régi személyiségeket is. Hogyan hallhatok ezekről az emberekről, ezekről a személyiségekről, hogyha nem ők EKE-tag, mondjuk, nem tudom, szerveznek olyan nyilvános rendezvényeket, ahol... Hát, például a holnap délutáni koszorúzás is nyilvános. Magyarországi meghívottak is részt vesznek. Csepcsányi Tibor magyarországi, úgymond, budapesti lakos volt. Tehát onnan is jön meghívott. Ez egy nyílt rendezvény, tehát nem az EKE tagoknak találtuk ki, és nem csak az EKE tagok fognak ezen részt venni. De gondoljunk például arra, hogy már ugye évekkel ezelőtt emléktáblák, hogy voltak elhelyezve például a Túri hasadékba, de más helyen is Erdélybe, az olyan nagy turista elődök tiszteletére, mint például Cárány Gyula, és hogy ne soroljam. Tehát például Zicsi ezeket Barán. Rehabilitálják ezeket az ösvényeket? Vagy... Tehát egyes ösvények mai napig is működőképes ösvények. Hát most, hogy a Cárány Gyulát említettem, akkor igen, a Pádis környéki első turista ösvényeket Cárány Gyula festette meg, építette ki. Ezek legnagyobb részét ma is járják a turisták, ugye? Tehát nem a régi turista jelzések alapján, de azon a nyomvonalon. Más turista jelzések pedig szinte teljesen eltűntek, sőt, feledésbe is merültek. Ide már ténylegesen turista történész munkájára van szükség, hogy ezeket a régi ösvényeket egyáltalán felfedezzük. Talán ezért is kell ezekről az emberekről beszélni, mert amint a turista ösvényen mondjuk a tábla vagy a jelzés elkorhad, akkor feledésbe merül, ellenben, hogyha valaki emlékezetében tartja, akkor még lesz, aki elmenjen és visszarakja azokat a táblákat. Igen, és megvan az a vágy is, hogyha mi emlékszünk a régiekre, akkor hát, hogyha majd valamikor ránk is fognak emlékezni az eljövendők. Ennek érdekébe megpróbálunk mi is többet tenni, és számon tartani azokat az érdekes, hogy nem mondjam, hogy nagy személyiségek, ugye? Azokat az érdekes személyiségeket, akik előttünk jártak, vagy akiket akár mi is ismertünk, de akik már nincsenek az élők sorában. Én sok sikert és türelmet kívánok az áldozatos munkájukhoz, és remélem, hogy sikerrel járnak, ami azt illeti, hogy ezeket a személyiségeket ne vesszenek feledésbe a neveik. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hálás vagyok, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást.